hiába sminket, már 1100 sminkes, de én úgy vagyok vele, hogy ez a smink szerintem a legnagyobb pénzkidobás. Amikor felhívtalak, hogy gyere, már korábban is kerestelek, azt mondtad, hogy te egyáltalán nem sminkelsz, neked van két motyód, és azt is elő kell túrni valahonnan a szekrény mélyéről. Én azt hittem, hogy te ilyen kis pepecselős vagy azért, meg így keneg, vagy így nem tudom, kenegeted, sminkelgeted, nézegeted. Én szerintem azon kivételes, híres celebek közé tartozom, szerintem ilyen még nincs is, vagyis nem is ismerek magamon kívül, akit hiába sminket már 1100 sminkes, de én úgy vagyok vele, hogy ez a smink szerintem a legnagyobb pénzkidobás. Komolyan? Igen, és én erre sóher vagyok, hogy én megmegyek egy alapozót 20 ezer forintén, meg ezeket a palettákat, iszonyat árak vannak egyrészt, a másik, én annyira ezt a természetes vonalat képviselem, hogy törekszem arra, hogy engem megismerjél az utcán, vagy bármikor, aha, és ne az legyen, hogy úristen, ez az Instagramon tök máshogy néz ki, és akkor fogják a fejüket, hogy úristen, ez élőben hát hogy néz ki, nem is olyan. Szerinted az, hogy neked ez így megy, hogy azt mondtad, hogy most nincs jó állapotban a bőröd, pedig egyébként neked mindig tökéletesen gyönyörű bőröd volt, még kamaszkorodban is, hát emlékszem, hogy egy pötty nem volt rajta, és simán beülsz smink nélkül. Ez azért van, mert annyira régóta vagy kamera előtt, hogy igazából így ez már nem érdekel téged, hogy látnak? Én úgy vagyok ezzel, hogy tényleg annyi dolgot megéltem már így a médiába, 10 éves korom óta vagyok aktív szereplője a médiának, most 27 vagyok, láttak már minden, hogy voltak nagyon sok sztorik így a családom, meg már így ilyen önálló módon is, és én úgy vagyok vele, hogy nincs mit szégyelnem. Az, hogy vannak most bőrproblémáim, azon vagyok, hogy megoldjam, és szerintem a nőknek ez egy gyakori problémája, ezt hogy ugye mondani. Bőr problémája van, és mindenki szanaszéjjel sminkeli, és retusálja magát, hogy ne látszódjon, hogy elfedje, mert szégyelli ez. És én lelkileg ezt, hogy most nekem ilyen az arcom, nagyon nehezen viselem, mert tényleg 27 éves koromig tökéletes arcbőröm volt, és most egyik napról a másikra kijöttek ilyen pattanások, mit eszerek, és most is még reggel előbb fölkeltem, amikor idejöttem hozzád, felraktam a hatféle arcmaszkot, hogy majd ez leszedi, és rájöttem idefele jövet, hogy nem ettől leszek boldog, hogy nekem milyen az arcom, hanem hogyha itt bent rendben van a lelkem és a szívem összhangban. Egyébként ez tök jó, hogy mondod, mert ez az igazi bőr, ez nekem is a mániám, tehát hogy senkinek nem olyan a bőre, nekem is pigmentfoltos a bőröm, ráncaim vannak, de mindenkinek van valami a bőrével, ehhez képest tényleg az Instagramon azt látom, hogy mindenki ilyen újszülött bőrrel, szanaszét filterezve jelenik meg, és egyébként ez tényleg nem jó, mert az ember így elkezd szorongani, de hogy az igazi bőr, hogyha mondjuk csak megnézel, nem tudom, most pont a Jennifer Lopezről valamelyik gálán készültek fotók, amin látszik, hogy milyen a bőre, hogy vannak pórusai, hogy vannak pöttyei, hogy vannak apró ráncai, tehát hogy az ő bőre is egy igazi bőr, mert a bőrtextúra az olyan, mint egy igazi bőr. Igen, az változatos, az nem egy tükör, meg nem egy babának a popsia, és hogy igen, és van olyan, amikor rosszabb állapotban van a bőrünk, van olyan, amikor jobb állapotban van a bőrünk, de hogy a bőr az egy bőr. Az egy bőr, amire szerintem vigyázni kell, ugyanúgy, igen, ahogy a szemeidre vigyázol, az összes végtagodra, hiszen az az egész életedet elkíséri, és nyomai is vannak. Abszolút. Ezáltal szerintem nagyon fontos, hogy tudatosan ápoljuk, és elkezdjük időben a prevenciót. Én a prevencióban hiszek. Tényleg én próbálok ezen a natúr vonalon megmaradni, hogy itt vagyok, 27 évesen még nem kapott el az a gépszi, hogy szanaszéjjel töltessem a fejem, és mi egyéb, mert én hiszek abba, hogy ha elfogadom magam természetesen, akkor a többiek is elfogadnak. De amikor eseményre mész, akkor sminkest hívsz, ugye? Igen. Tehát, hogy én azért látlak téged ilyen gyönyörű, szép, nagy sminkekben, amikor ezek szerint akkor nem magadnak csinálsz. Nem, én a végleteken táncolok a smink szempontjából, semmi vagy minden. Hogyha tényleg, aha, el kell menni valami buliba, vagy valami eseményre, akkor felkeresem, nagyon sok sminkest ismerek, és mindig, akihez úgymond az a stílus, amit ő képvisel, amihez kedvem van, akkor őt felkeresem. Úgyhogy ilyen szempontból akkor meg nagyon szeretem a műpilla, a nagyon erős sminkeket, de én ezeket nem tudom elkészíteni. Sajnos ebben én nagyon-nagyon amatőr vagyok, olyan vagyok, mint egy fiú, mert körülbelül, hogy fiú elég kitenni ilyen krémeket, annyit tudna felrakni ezt a BB krémet, kispirálozza magát, és akkor kész. Nálam is megállt itt a tudomány.
téged nem érdekel az, hogy smink nélkül be kell ülni, gond nélkül beülsz, tehát nyilván mondjuk a Survivornél sem jelentett ez problémát, hogy nem mutyulgathatod magad. Nem, és amikor most nézem a képernyőn a filmet, én annyira büszke vagyok magamra, én esküszöm, olyan szépnek látom magam, így a haj is, mert én például előtte lefonottam a hajam, hogy ne legyen ezzel probléma, szóval igen, már ebbe is előrelátó voltam, mert ugye még a másik a haj szerintem egy nőnek, amire nagyon kell figyelni. De neked gyönyörű hajad van. Hát köszönöm, azért én ezért sokat teszek. Igen? Igen, azért is nagyon sokat foglalkozom. Egyrészt a belső táplálásban hiszek meg azt, hogy legyen egy nagyon jó fodrászod és egy csamponod. És tényleg én annyira büszke vagyok magamra, hogy egyrészt így az arcom is tök jó néz ki, meg tényleg így smink nélkül. Én nem tartom magam ilyen rusnyának, amikor nézem a képernyőt. Mondod, miért legyen rusnya? Hát a kommentelők ott irkálnak mindenfélét. Hagyom azokat a kommentelőket. De én tényleg jó érzéssel nézem a Survivort. Ebben nőttél fel, még mindig azt gondolod, hogy számít egy komment? Nem tehát számít aztán tényleg, a komment. Tehát ha valaki erről sokat tud, az te vagy. Gyakorlatilag gyerekkorod óta van egy kamera mellett, tehát ha akarod, ha nem akarod. Ha akartad, ha nem akartad. Nem volt választás. Hát ezt mondom, hogy nem volt választásod. De hidd el, még a kommentelők mai napig, főleg ez az Insta direkt üzenetben meg tudnak lepni. Hát olyan leveleket kapok, hát már nem tudom, hogy most nevessek, vagy sírjak. Vagy egyszerre a kettőt. Hogyha újra kezdhetnéd, és mondjuk így vissza te döntenél a saját gyerekségedről, akkor engednéd magad kamera elé? Vagy a saját gyerekedet engednéd így kamera elé? Ahogy téged engedtek? A saját gyerekemet biztos, hogy nem engedném kamera elé, meg én sose tettem ki például a privát magánéletemet az internetre. Én szerintem ezt nagyon jól tudom kezelni, hogy privát élet, VS Insta, celeb élet. Mert nálam nem látod a kettő együtt. És erre én törekszem. Az, hogy én választhatnék-e, hogy legyek ismert vagy sem, hát ez egy dilemmás kérdés. Ha elfogadod a helyzetet, én már elfogadtam azt, hogy ismert vagyok, ebben nőttem fel, nyilván ez adott egy kettős életet, mert vannak dolgok, amiket limitálva vannak számomra, vannak, ahol meg úgymond tényleg hamarabb kinyílik ez a dolog, úgyhogy ezzel tudni kell mérlegelni. Mostani fejemmel már nem csinálnék semmit vissza, mert minden így jó, ahogy történt. Meg azért ez adott egy más személyiséget, szóval 27 éves vagyok, de szerintem sokkal érettebben gondolkodom, sokkal rafináltabb vagyok, mint a kortársaim, mivel olyan dolgok megtörténtek velem korábban, amiből ez összejött. De mondjuk ettől a gyerekedet mégis megóvnád? Abszolút, mert szerintem ez egy nagyon káros dolog, így főleg mentálisan. Nekem úgymond pszichológushoz kell járnom, hogy ezt a gyerekkort, meg mindent így feldolgozzam, mert szerintem ez egy nagyon nagy trauma. Hogyha most ez így out of make-up topic, de hogyha mondjuk olyanokkal találkozol, akik most a gyereküket így nagyon-nagyon közszemlére teszik, használják mindenre. Ettől én hányok, főleg attól, hogy meg se született még az a gyerek, de ő már eladta. És ő már abból pénzt profitál, hogy terhes. Én ezt nagyon-nagyon undorító dolognak tartom, mert ő már a gyerekét akkor áruba bocsátotta. Hogy ő már azzal haknézik, hogy eladja magát, nem tudom melyik intézetnek, hogy ott lefagyasszák a őssejtet, meg ilyenek. Én ettől én ki vagyok. Igen, de attól még... mit tudom én, ez az őssejt, hát én már érted, azzal úgy haknézik, meg pénzt profitál, hogy például, mondjuk ez csak egy példa. Nem, csak mondom, hogy például a gyerekeimet soha nem mutattam meg, de például ebbe az őssejt lefagyasztós projektben én is benne voltam, a hasomat látták, azt úgy is látják, de a gyerekeimet soha nem mutattam meg, egyetlen egyszer se, nem használom őket reklámba, nem, tehát hogy így nem csinálok velük családi videókat, hogy ez majd akkor azt mennyire szeretik, de hogy igazából te vagy az, aki most szerintem így felnőttként az első meg az egyetlen, aki már ebben a reality közegben nőtt fel. Ennek az áldozata, így és van, aki, és ennek a végkifejletje. Tehát aki mondjuk nem egy valóságsóba beköltözött már felnőttként, és meghozta ezt a döntést, hanem a szülei döntöttek helyette, és gyakorlatilag egy ilyen családi reality-ben felnőve lett közszereplő már egészen kis gyerekként. Tehát te vagy az, aki igazából teljesen... jogosan mondhat bármit, vagy mondhatja azt, hogy ez nagyon rossz, ez nekem nagyon rossz volt, ezt ne csináljátok, én a saját bőrömön ezt megtapasztaltam, és nem is tudom, hogy nálad jobban ebben a kérdésben kire kell figyelni, mert tudod, itt most én dumálhatok, meg jártathatom a számot, meg mondhatom, igazából én nem tudom, mert ez velem nem történt meg, de veled megtörtént. Én azért mondom, hogy szerintem egy nagyon káros dolog, és én ott a szülőket
tényleg egy ilyen pénzéhez cápának gondolom, akik már így utána eladják azt is, hogy mondjuk a gyerek első képe nagy címlapon, aztán jönnek rá a szponzorok az Instagramra, meg ilyenek. Én ezt szánalmas dolognak tartom, hogy tényleg ennyire becsüli magát, hogy a gyerekemből profitálok, és a gyerekemből szerzek követőket, lájkokat, mert nyilván, ha kiteszed a kutyával meg a gyerekkel magad, dupla annyi lájkot fogsz kapni, meg hogyha bikinibe rakod ki magad, de hogyha csak kirakod magad úgy a la nature, a kutyát nem érdekli, nem? Ha mondjuk te találkoznál valakivel, vagy aki mondjuk így tényleg a gyerekeivel lesz ismert, vagy a gyerekeit használja még az ismertséghez, vagy ahhoz, hogy akár szponzorokat gyűjtsön, vagy lájkokat, akkor te mit mondanál? Én azt mondanám neki, jól gondolja meg, hogy mit tesz a gyerekének, mert a gyereknek az arca azután belívódik az emberek tudatába, és a gyerekének az arcát a szüleinek a dolgaival fogják azonosítani. És csinálhat a gyereke akármilyen szépet és jót, a szülei árnyékából kell majd kinőnie magát. Tanulhat akárhol, ez a saját példámon mondom, hogy tanulhattam én akárhol, lehet nekem akármilyen diplomám, meg szerepelhettem én akármilyen műsorba, a mai napig édesapámmal azonosítanak, és az ő általa kialakult képpel tesznek egy lapra. Na most nekem édesapám, de nyilván egy más irányt képviselek, egy más vonalat, más értékeket vallok, hiszen hát, attól, igen. És sajnos Magyarországon meg az emberek ahhoz buták, hogy ezt ketté tudják választani. Már bocsánat, hogy én ilyen előítéletes vagy nagy szavakat használok, de nekem ez a tapasztalatom, hogy sajnos tényleg annyira a rossz indulat, meg a butaság az itt a kettő keveredik, aztán ott záróra. Egy picit menjünk vissza, mert ez a Survivor dolog, ez engem nagyon, nagyon érdekel, hogy az ilyen, nem tudom, ilyen csaj dolgok. Pont a Survivorbe? Igen. Kaptam is amiatt, mert én voltam az egyetlen olyan csaj szereplő, aki lenyilatkozta azt, hogy engem a menstruációs napok ott nagyon nehezen érintettek. Ez biztos, hogy az nagy. Az, igen, az és hogy én erről mertem beszélni. Hát most szerintem ez egy tök természetes dolog, ha most nem, és minek körtök fel az, amilyen. Minden csajnak eszébe jut, tehát hogy szerintem igen. Nincsen olyan nő, aki nézi a tévét, és látja, hogy milyen körülmények között, ugye hát a Survivor igen. Körülményei között éltek, és ne legyen az a fejében, hogy úristen, mit csináltok azok alatt, a napok alatt. Tehát ez egyébként nekem is eszembe jutott. De igen, és én ezt lenyilatkoztam, és utána kaptam hideget, meleget, hogy én mennyire egy ocsmány proli nő vagyok. Hát de szerintem ez egy tök normális dolog. Tényleg életem egyik legrosszabb, ez az élet része. Legemlékezetesebb és legrosszabb csajos napjait éltem ott meg. Aha. Mivel ugye én olyan vagyok, hogy hasfájos azokon a napokon, és ugyanúgy kellett ott forgatnod, ugyanúgy kellett csinálnod a játékot. Nem volt az, hogy lefekszel, az összekuporodsz, és ott várod, hogy elmúljon a hasfájásod. Ugye gyógyszert nem kaptunk, semmiféle gyógyszert, görcsoldót. Annyi volt, hogy össze kellett készíteni a neked megszokott dolgaidat, amiket használsz, és akkor azt beadták olyankor. De csak ugye tampont, vagy pedig higiéniai betétet kaptál. Semmi mást. Úgyhogy ez nagyon kellemetlen volt, és ezt a néző nem nézi, hogy annak lehet, hogy olyan napja volt, azért olyan szar a kedve, vagy azért beszél így, mert ugyankor ingerültebb, vagy feszültebb, ugye kaja se volt. Nyilván ilyenkor szeretek egy kis édességet enni, meg persze. Ilyenek. Nem volt ilyen. Én mondom, lefeküdni nem tudta. Mert ugye ugyanúgy kellett ott forgatni, csinálni a TV kontentet a kedves nézőknek. Miért vállaltad el? Azért vállaltam el. Egyrészt szerintem ez egy nagyon nagy kaland, mivel megcsináltam egy Ázsia Expresset, úgy voltam vele, ha még a Survivor-t is megcsinálom, hát ki, ha én nem, azért kimondhatja el azt, hogy az egyik és a két legkeményebb ilyen túlélő műsort megcsinálja. A másik akkor volt ez a nagy szakítás, ami média ugye kapott, hiszen a Barom Exem az ezzel haknizott, ezzel próbált hírnévre tenni. És akkor úgy jött nekem, hogy nekem... A Barom Exem, ez nem érte, a Barom Exem. És nekem mondom, az úgy jött, hogy tök jó lesz, most elutazok Dominikára, részt veszek egy ilyen kalandba, és ez egy nagyon jó élmény, és egy nagyon jó dolog, ami engem ebből teljes mértékben kihúz, és úgy jövök haza, hogy én egy új ember vagyok. De így történt? Ez így történt. Én tényleg nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy engem oda felkértek, és végigcsinálhattam, és tényleg ez egy nagyon jó kaland volt, mert személyiségben is annyit fejlődött az ember ott, hogy tényleg ott vagy egy ingerszegény környezetben, ahol tényleg semmit nincs, semmi kaját se, olyan gondolatok, olyan dolgok tisztultak le bennem, hogy húristen, úgyhogy nekem ez nagyon jó volt. Úgyhogy testileg is és emberileg is egy új emberként jöttem haza május végén. Mennyit fogytál? Én, mivel inzulin rezisztens vagyok, azért az orvosi felügyelet is úgymond, amikor készültem, így be volt állítva, hogy hány kilóval kell kimennem, hogy nekem az úgy jó legyen.
egy ilyen... Akkor neked erre nagyon kellett készülnöd mindenhol. Nagyon, én testileg nagyon készültem, én nagyon keményen edzettem, napi kétszer reggel este, csak erről szólt. Nagyon úgy is kajáltam, hogy ezt nekem előírták, egy picit amúgy be is hívtam direkt. Én egy ilyen 72 kilóval mentem ki, és egy ilyen 65-66-tal jöttem haza. Most meg ilyen 70 kiló vagyok. Azért ez a 4 kiló visszajött, mert elkezdtem edzeni. Ugye de hazajöttél, és elkezdted élvezni azt, hogy minden van, hogy minden tehetsz? Nem. Amúgy az engem nagyon megérintett, mikor ugye vége lett a játéknak, beraktak a hotelbe, és akkor dínom-dánom. Na hát én az első éjszaka bekértem mindenféle sztéket, tésztát, édességet. El is tudom képzelni. Mindent megettem, én olyan beteg voltam. Tényleg? Hát gondolj, nem ettél x napig, és utána meg mindent. És az gyomrodat úgy megterhelte, hát én tényleg nem is aludtam utána 2 napig. Mert annyira megterhelt a szervezetemet, annyira de gondolom, csak ettél az ízeket akartad újra érezni, hogy ez meg az, meg hát minden, ami hiányzott. Volt egy nagy vacsora, én utána nem bírtam menni, mert utána szaladtam a WC-re. Aha. WC és az ágy, egy klímás szobába. Ennyi volt nekem utána a rehab, és utána lelkileg is ez így megérintett, aha, hogy megnéztem magam a tükörbe, ezután nyilván nálam ez a testkérdés, ez egy nagyon éles dolog, aha, mert ugye világéletemben ezzel küzdködtem. Na mindegy, megnéztem magam a tükörbe, úristen, ott, hogy már nem úgy nézek ki, mint amikor vége lett a játéknak, és úristen, elkezdtem hízni, hát ez így nem lesz jó, és utána ugye nyilván odafigyeltem. Mikor hazajöttem, akkor annyi, hogy ugye elkezdtem masszívan bulizni, az alkohol, az nem a legjobb barátom. De azóta is én figyelek magamra. Uh-huh. Nyilván, mivel ugye van ez az inzulin rezisztencia, meg nyilván, mivel nagyon hízékony típus vagyok, meg most a nyáron azért nem volt annyi időm, hogy edzek, mert jöttem-mentem, nagyon le kellett figyelni. Uh-huh. De így, hogy elkezdtem edzeni, akkor elkezdett jönni izom, és elkezdtem akkor is ugye picit így kerekedni. És az se tetszett. Úgyhogy most ilyen, hogy mondjam, most próbál megtalálni az arany középutat. Például szőrteleníteni? Hát ez a másik. Előtte, hát ez a másik. Előtte eljártam erre a lézeresre, hogy majd jó lesz. Hát semmi. Ahogy ott megérte a nap a bőrömet, ilyen fehér csíkok jöttek ki, főleg a combomon, nem is tudtam, és akkor utána leesett. Hát attól a szartól, mire jártam. Úgyhogy tényleg ez, hogy most ugye ez nagyon fancy, meg trendy, hogy reklámozod a szőrtelenítést, mennyit csináld, ugyanúgy kinőtt a hónaljam, mindenem, ugyanúgy szőrös voltál. De engem a szőrtő jobban idegesítette, az én a rövid köröm pár. Igen, én is a rövid. És hallod, olyan hosszú volt, teljesen piszkos, és hát jó, oké, marad az, hogy lerágod, de nem volt hozzá gusztusom. Nyilván ott nem volt semmilyen szappan, meg ilyenek, ugye a kezeddel végeztél mindent. Ja, most hagyd nekem ezt részletezni, és akkor utána azt berakod a szádba, és akkor elkezded lerágni. Hát az a nem a legjobb. Azért ez egy csajnak még, nyilván férfinak is nagyon kemény, de most nem azt mondom, de hogy így azért ugye a nőiességet is ez szépen egy ilyen... Meg tudja tépázni. Abszolút, igen, ezt akartam mondani, hogy... Én januárban kaptam a felkérést, és akkor ennyit mondtak nekem a producerek, úgy készül, hogy egy WC papír se lesz. Na hát én ezt nagyon a tudatomba ivódott, és én már előtte tudatosan készültem. Arra mondjuk, hogy visszavettem ezeket a kozmetikumokat, már hajmosásnál is úgy voltam, heti egyet mostam, semmiféle cuccot nem tettem rá, hogy az az érzet meglegyen. Tehát, hogy szokd, hogy mi lesz majd. Nem fésülködtem. Ne ott meg mindenem. Igen, nem fésülködtem már előtte 2-3 héttel úgy annyit. Nem volt fésűd? Nem. Hát az volt a legborzasztóbb. Én lefonattam ugye a hajamat, az úgy volt nekem, hogy egy 3 hétig, de utána már nem bírtam elviselni, mert annyira erős volt a nap, hogy kiégett a fejbőröm, és elkezdett hámlani, és így voltam. Jézusom! Igen. Egy csomó minden van, ami az embernek eszébe se jut, hogyha nézi a tévét. De most, ahogy így mondod, meg ahogy beszélgetünk róla, csak végig gondolom egy napomat, hogy ezt ilyen teljesen nomád módon kéne. A másik az ugye az óceánba tudtál fürdeni, ami ugye szarrá szárította a bőrödet. Hát ilyen rendesen ilyen hullafehér volt a bőröm, mert annyira leszárította. És most ilyen fehér csíkok. És nem ugye volt édes vizetek a fürdeni? Nem. És az nagyon durva volt, mivel abba kellett ugye hajat mostod. Na most én, ha megmosom a... összeragad a hajad. Ilyen kis pamacs lett a hajam, vagy én nem is tudom. Te így meséled, és mindjárt gondolattól elsírom magam, hogy ez egy hétig megtörténne velem. Ezt hogy bírtad? Én azt mondom, hogy nagyon jó, mert erre így készültem. Tudtam, hogy nem egy luxus nyaralásra megyek, attól függetlenül, hogy Dominika, meg ilyenek, meg ugye
ezt így mondták a műsorkészítők is, hogy mondom, WC-papír nem lesz. Jó. És már úgy mentem oda, hogy attól féltem a legjobban, hogy ugye majd az emésztésem leblokkolódik. Hál' Istennek nem történt meg, hanem tök jó megszoktam a környezetet, alkalmazkodtam és átadtam magam ennek, és azzal nem volt probléma. De számomra ez volt a legvisszataszítóbb, ugye, hogy egyből beszaladni a vízbe, és ugye gondold el, most ugye ott vagytok többen, most a szigeten kijelölsz egy bizonyos helyet, azért oda mesztelenül kell menni. Beszaladsz a vízbe, visszaszaladsz az erdős részre, hát ezek a dolgok, what? Mi? És komolyan ez? Hát ilyenek, például egy ilyen, ezt szerintem ez, én vagyok olyan személyes, hogy mesélhet az ott mesztelenül szaladgálj, meg ilyenek. Hát figyelj, ez nagyon cudar. Tényleg. Ember próbáló volt. Persze, hogy beülsz smink nélkül, hát mit neked smink nélkül beülni egy tévé felvételre, hát ez. Hát ezek után igen, én teljesen abban voltam, végigcsináltam, ezek után nem fog velem senki bírni, figyelj, vagy nem is tudom. Figyelj, veled már semmi nem történhet ezek után, de tényleg. Igen, hát tényleg ott olyan dolgokat éltem meg, mind a testemmel, mind pedig így mentálisan, azért a testednek is ez, hogy beraktak abba a bizonyos szituációba, hogy ezt te hogy kivitelezed, meg hogy éled meg, mennyire feszülsz rá, azért az és nagyon fontos volt. Amikor visszajöttél, akkor elengedtél dolgokat a külsőddel kapcsolatban, vagy pedig így azonnal visszahoztál mindent, a hajadat ugyanúgy, így ápolod úgy, rakosgatod, csinálod, az edzés, a krémek, tehát hogy minden visszajött, vagy rájöttél, hogy egy csomó mindenre igazából nincsen szükséged? Hát mondjuk ezeket a nagy krémezéseket úgy elengedtem, mert most nyáron azért sokat nyaraltam, napoztam, úgy voltam vele, hogy most annyira nem megyek ebbe bele, de a hajamat is úgy, most ugyanúgy elmegyek havi egyszer fodrászhoz, ilyen kezelésre, van egy jó samponom, azok a szokásaim, amire... Na, de az micsoda luxus, egy jó sampon, meg az édesvíz, hát a igen. Hajkeféd is. Szóval ezek így visszaépültek, annyira görcsös, hát én nem feszülök rá, mert nagyon sokat lazított ez a személyiségem, hogy még jobban, addig is tudtam, hogy úgymond egy szerencsés ember vagyok, hogy van egy tök jó életem, családom, egészséges vagyok, szabad vagyok, és ezek még jobban felerősödtek, és inkább ez az, amire így ráfeküdtem, nem az, hogy most nekem épp, mit tudom én, van-e milyen sminket, igen. Mit hoztál magaddal? Most már nagyon érdekel. Azt mondod, hogy úgy kukáztad össze otthon. Hát én nagyon komoly vagyok. Na hát ezt anyától loptam most. Ez egy ilyen micellás víz, ami megtisztítja az arcot, mert tényleg én amikor így fölkenek bármit is, arcmosás. És nálam azt kell tudni, nem használok törölközőt, hanem ezt a egyszer használatos papírt. Van ilyen ez a papírzsepi, kihúzom, és mindig azzal törölgetem. Aha. Na, hoztam a fényvédőmet. Nagyon jó. Ez ilyen színezett. Ez meg a BB krémem. Ez 30-as, ez meg ilyen. Ezeket szoktam. Ha megyek valahova, általában ezt dobom fel. Uh-huh. Így alkalmazkodik a bőrömhöz. Akkor szoktam használni egy ilyen szemöldök cuccot, de mondjuk azt most tök jó megcsináltam, a Survivor-be tök jó erősen kinőtt, én nem is szedettem ki sokáig. Így? Én úgy jöttem haza, hogy ilyen tök bennőtt szemöldököm volt, és két hétre rákaptam időpontot a szemöldöktet kóshoz, és akkor ő megcsinálta nekem. És nekem most nagyon tetszik ez a vastag forma, beleszerettem, mert nagyon sokat dob szerintem az arcomon. Igen, használok még egy ilyen ajakápolót, ezt szoktam, mert ez tök jó bedurrantja. Mm-hmm. Még nagyobb. Illetve egy szempillaspirál. Abból mindig azt veszem, ami a legolcsóbb, a drogériában. Meg még szoktam használni, ez ott a kocsiba is ott van egy ilyen, ez is ilyen fényvédős, egy ilyen Carmex. Úgyhogy én nem húzom túl, míg betettem a kis fésűmet, mondom, hogy a végén rá kell simítani. Ez ilyen kis emelines. Ennyi. Se pirosító, se bronzosító, semmi. Kontúr, tús, rúzs. Nem használok ilyeneket. Nem tudom, szempaletta, púder. Nem. Nincs is semmi ilyen? Semmi ilyen nem nincs. Sajnos, vagy nem sajnos. Nem sajnos, ez vagyok hát ez én. Vagy, ezt akartam mondani, nem sajnos, ez vagy te. Eddig egyébként te vagy a csúcstartó minimalistám, pedig már nagyon-nagyon sokat felvettem. De tök jó, én szeretem, hogy ezt te vagy. Ez vagyok én, igen. Én nem húzom túl ezt a sminkes dolgot, mert nálam, hogyha a smink van, akkor ez egy ünnepi dolog, én oda elmegyek, általában akkor buli van, hogyha a smink vagy valami esemény. Én nálam nem mindennapos, igen. Ezt felrakod?
Hát szerintem ez nagyon-nagyon hosszú idő. Nem baj, ha 3 perc, akkor 3 perc. Igen, úgy szoktam, hogy ide nyomok. Most bekeverem, hogy hogy legyen egy kis színe. Úgyhogy ecseteim sincsenek. De ez tök jó, pláne most, hogy vannak... Vannak kis problémák a bőröddel. Ez nagyon-nagyon jó, hogy ennyire fényvédőzöl. Én amúgy azt ajkaimra is szoktam kenni, mert az tök jó. Oda is kell, mert az igen. Úgyhogy nálam ennyi szóval most nagyon fontos, hogy tényleg rendesen fényvédőzzél. Szemsmink helyett. Mondjuk sokan majd gondolom azzal fognak támadni, mennyire igénytelen nő vagyok. Nem, de nem. De hogy én nem használok ilyen kenceficéket. Egyrészt akik minket néznek, azok nem csinálnak ilyet. Minket olyanok néznek, akik arra kíváncsiak, hogy te ki vagy, és te ez vagy, akkor ezt fogadják el, és nem kritizáljuk egymást, meg nem cikizzük, meg nem húzzuk le. Itt ez nem menő nálunk. Úgyhogy még egy kis ceruza. A szemöldökömre. Ah, most a szemöldöködben mit csinálsz? Hát kicsit... A szemöldöködben, mert mint a trónok harcában... egy kicsit így megfésültem, meg így rászíneztem. Azért, hogy mondjam, így a alapozó, vagy mi ez, olyan, így beszokta fogni, és azt nem szeretem. Vagy ja, akkor hogy a BB krém befogja. Aha, és akkor majd leszoktam törölni fölpiszkálóval. Igen. Spirál, azaz sokszor vagyok bajba, megmondom az őszintét, mikor így elkezdek. Nem szokott soha műszempilled lenni? Nem. Ilyen tartós, hát ez a 3D-s. Fiatal koromban volt, a 20-as éveim elején. Fiatal korom, ugye elsírom magam. Akkor volt még műszempillám, de rájöttem, hogy megcsináltattam a szemműtétet, ezt a lézereset, azóta nagyon érzékeny a szemem. Aha. Egyrészt az is ellene szól, hogy nem bírja. A napot hogy bírta a Survivor-ben az folyamatosan érzékeny szemem? Voltam. Hunyorogtam. Nekem az nagyon nehéz volt, mert tényleg én itthon non-stop napszemüvegben vagyok. Igen, nekem is érzékeny szemem, azért kérdezem, mert gyakorlatilag ott ilyen vakító, ez a vakító nap minden nélkül, azt nem is tudom, hogy egy érzékeny szem hogy bírja. Nagyon nehezen, csomószor hunyorogtam, meg így voltam. Ez volt a napszemüvegem, hogy a karomat odaraktam. De mindegy, ezzel a problémában vagyok, ezzel a spirállal, csomószor, hogy befogja nekem itt a szemhéjával. Nem tudok szépen spirálozni. A műpilláról meg annyit, hogy szerintem ez nagyon nagy trend lett, akinek van felesleges 2 hetente. Ez a baj. Másfél-két órája, nem, meg baj, fölösleges. 10 kötőjel 20 000 forintja, azt csinálja. Az egy tök jó dolog akkor, nem? Nekem így egyszerűen nincsen rá időm. Tehát, hogy meg nem azért. Úgy nézek, mint valamilyen vedlő kutya, tudod, a fele kiesik, a másik fele ott van, nincs időm elmenni, és akkor ilyen... Meg nem azért nőnek lenni, meg hogy ezekre a dolgokra figyelj, az nem kevés pénz. Az egy átlagos nő, aki normálisan 8 órában dolgozik, nem feltétlenül teheti meg azt, hogy 2 hetente elmenjen a pilláshoz, mellé még körmöztessen, mellé még venye meg a kozmetikumokat, mellé menjen edzeni, hogy jó nézzen ki. Ez irreálisan sok. És ebben nem gondolnak sokan bele. Én tényleg én próbálok mindig így ilyen normális dolgozó nőként gondolkodni ezekről is, mert azért ezt valakinek ki is kell fizetni. Nem mindenki celeb, hogy oda megy posztol 2-t és akkor ingyen van. Ezt sokan azért elfelejtik. Ja, ez így van. Nem? Persze. Jó, nyilván egy csomó mindent egyébként így meg lehet oldani, meg lehet tanulni. Például pont most a tesóm, képzeld el, hogy a karantén alatt úgy megtanulta magának befesteni a szőke haját, hogy az életében ilyen szép színű nem volt a haja. Figyelj, olyan, az az álom szőke, és otthon festi magának most már, mert egyszerűen így valahogy a karantén alatt ezt ő így megtanulta, hogy mik a jó színek, hogy kell, és ezt tök jól csinálja otthon. Azért a karanténben sok nő igen, azért sok mindent megtanultunk, igen. Igen. Mondjuk nekem akkor nem voltak körmeim. Nem olyan rég van körmöm, hát így a nyáron rakadtam, mert így mentem sok helyre, de előtte például nekem nem is volt körmöm, pont a Survivor kapcsán, én már leszedettem. Úgyhogy nekem olyan november óta nem volt géllak semmi. Csak az, hogy eljártam egy sima manikűrre, vagy pedig otthon lecsipeszeltem, mert tényleg nekem a hosszú köröm az utálom. Aha, én sem szeretem. Úgyhogy például ez is, hogy én körmök nélkül is el vagyok. Aha. Mert most már nem szeretem ezeket a nagyon kihívó színeket, most is ilyen alap. Aha, látom. Mert nem tudom, hogy annyira megváltoztam most, hanem tényleg azt érzem, hogy picit így megöregettem. Hogy ilyenek tesznek. Én úgy beszélsz tényleg, mint aki így, nem tudom, a 40-es évein túl van. Abszolút. Lelkileg amúgy pont azért, hogy volt ez, hogy
Fel, na nézd meg, pont erről beszéltem. Ott van fülpiszkáló. Béna vagyok. Nem tudok még egy szempillas spirált se feltenni. De ez tiszta szégyen így közel a 30-hoz, hogy tényleg elmennék valahova, és akkor mondjuk akarnék tetszeregni a páromnak, hogy én kisminkeljem magam, elmegyünk vacsorát. Nem tudnám. De szerintem, hogyha a fiú téged választ, akkor pontosan tudja, hogy te általában smink nélkül vagy, akkor így szeret, így tetszel neki. Én nem hiszem, hogy erre van szükség, mert ez vagy te. Te így vagy te. Igen, mondjuk első randin azért mindig oda rakom magam, és oda megyek ilyen nagy sminkbe. Igen? Igen. De nagy randizós vagy? Hát, már nem. Már nem, már az se. Fiatalon az voltam, de már a randi, már az se érdekel. Hát, ha megtalálod azt az embert, akivel... De hol ismerkedsz? Hát most nem ismerkedem bár. Viszont, hogy már, ne bonyolj már ilyeneket, nem ismerkedem már, mert most megtalálta a nagy ő. Ja, hogy megvan a nagy ő, azért nem ismerkedsz, mert azt hittem, hogy már így lemondtál az egész. Nem, most úgy megtalált engem a szerelem, úgy érzem, és most így el vagyok. Szerelmes vagy? Ja, igen. Hát nem is kell randizni. Nem. Szóval az... Mióta? Mióta? Hát a nyáron. A nyáron. Úgyhogy pár hónapja. Boldog vagy? Igen. Boldog. És apujék szeretik? Igen, szeretik őt. Én mondjuk így pont ezt, hogy maga elértett, nem láttad az Instagramon se, hogy hát nekem lenne valaki, nem vagy... Van, de nem is kell válaszolnod, hogyha olyan, ne válaszolj, csak egyszer kíváncsi voltam, hogy anyukát például szereti, ez nyilván. Nagyon nyilván. Kedvelik őt. Nagyon kedvelik? Hál' Istennek, szerintem nagyon fontos, mivel én családcentrikus ember vagyok. Azért kérdezem. Így ez fontos, hogy a szüleimmel hát is meglegyen az a kémia, ami velem. Mert nyilván, hogyha hosszú távra gondolkodik az ember, akkor ugye a család ez egy csomag, amit viszel hát magaddal, meg ő is hoz egy csomagot, ugye nyilván az ő családját, és ott is fontos, hogy engem kedveljenek, meg elfogadjanak. És ő mit szól a családodhoz? Anyukáddal nagyon, nagyon könnyű kijönni, én nagyon kedvelem édesanyádat. Tök jó, kijön velük. Apukád egy ilyen nehezebb, nem? Hát apum az egy életművész. És mindenki fél tőle, mert azt hiszi, hogy olyan, mint a tévében, és akkor találkoznak vele, hát full merev tag. Full merev tag? Igen, a apum úgy az életben tényleg ilyen nagyon szigorú, meg hogy mondjam, nem olyan, mint a tévében. De veled is szigorú? Hát velem szigorú csak. Hugommal nem. Hugommal nagyon laza. Fú. Tényleg? Aha. De nem tudom, lehet azért, mert első gyerek vagyok, nagyobbak a hogy mondjam, elvárások az irányomba. Nem tudom. De nem szigorúbb apa. Még most is, hogy már... Ha most is az lenne, de most már én nem hagyom. Rájöttem arra, hogy én már megtettem, vagyis már nekik kellett megfelelni, azon már túl vagyunk, most már csak magamnak kell, hogy megfeleljek. De büszkék rád, nem? Hát remélem. Mondják biztos. Remélem, mert biztos mondja. Mert abból, hogy mondjam, hogy ha optimálisan nézed a mai helyzetet, hogy amiben én felnőttem, hogy 10-től körülbelül 19 éves koromig nálunk ment ez a forgatós, hát manapság elmennek, és akkor drog problémák, alkohol problémákba menekülnek ezek a típusú gyerekek, mint én, nem? Uh-huh. Azt képest én tanulgattam, elmentem külföldre, ott is jártam egyetemre, különböző építő, én ezt mindig építő jellegűnek mondom, műsorokban próbáltam szerepelni, nem vállaltam elő, hogy ezt így azért megválogatom, hogy ne az legyen, hogy most én egy de negatív most például, irány. Hogy egy ilyen kemény műsorban szerepeltél, biztos büszkék rád, nem? Vagy mondják, hogy ez mennyire menő, hogy ezt megcsináltad? Nem annyira mondják, úgy a környezetem nem szokott így pozitív kritikával illetni, inkább csak negatív. És ha mondjuk egy picit híztam, az már egyből, mondják? Ilyenek, persze. De így a pozitívat, az nálunk nem szokás. Nem tudom, ez lehet így a roma kultúrából, hogy az a dicsérés, vagy ilyenek, vagy nem ez a szeretett nyelvük. És a nagy ő? A nagy ő az... Te cuki vagy! Persze, ő mondja mindig, hogy volt, meg mint volt, meg így, jaj, hogy így mire kell odafigyelni, vagy építő jelleggel is mond kritikát. Én azt mondjuk kedvelem. Hát az tök jó is. Igen. Hogy a szeretetből mondják. Igen. És azért, hogy neked jobb legyen, akkor az egy tök jó kritika. Abszolút. Nagyon cuki vagy, rendesen elvörösödtél. Igen, nem szoktam erről beszélni, meg még úgy sehol nem beszéltem erről, hogy... Jó, nem is akarlak. Egyébként az arcod így kb. Mindent elmond.
Ez olyan, mint 6 éve, de cuki, mert is láttalak még így. Nem. Mindenkinek vannak gyenge pontjai. Nálam most rátapintottál. Nem is birizgálom. Még akkor annyit kérdezek, hogy ez a smink, ami most rajtad van, egyébként esküszöm neked, ez elég. Ütőképes. Nem, de ez elég. Elég. A kevesebb, néha több. Jó, és jó már most ez. Erre rájöttem. Nem kell ezeket túlhúzni, így az öltözékbe, semmi. A kevesebb, több. És neki meg így is tetszel. Igen. Jó, mondjuk az első randinkra tényleg ilyen extra nagy smink mentem. Minek? Nem tudom, nem mondom, hogy már hagyd lássa, gondolom, hogy látott az Instagramon a képek, azért biztos párosított, gondolom, hogy jött, hogy jó, már most csak a Gáspár Ölintel találkozok, hogy nem tudom, hogy kell valami olyan, akkor... hogy kell az, hogy én lenyűgözzem, vagy hozzam azt a stílust, amit ott látott, vagy nem is tudom. Volt bennem egy ilyen bolondság, de rájöttem, de hogy kell ez. És akkor az első randin elmentél teljes pucparádéban? A másodikon megáll a natűr. Jó, de innentől kezdve szép az, hogy volt harmadik randitok. Igen. Ahol tehát, nem érdekelte. Akkor szintén megint full sminkben voltam, úgyhogy ez ilyen így volt. De nyilván szerintem azért egy, manapság egy férfinek azért, hogyha egy pár jól néz ki, az egy olyan plusz. Jó, de így is lehet jól kinézni. Így, szóval, hogy... Hát, hogyha itt rendben vagy és azt sugázod kifelé, akkor tök mindegy, hogy rajtad smink van, vagy naturba vagy, vagy egy melegítőbe, hát akkor is le fogod hengerelni az embereket. Mert a kisugárzás, és én 27 évesen a Survivor alatt jöttem rá arra, hogy a kisugárzásnak kell rendben lenni, meg annak, ami itt van, mert akkor tényleg nekem lehet akármilyen kozmetikumon, én ha lehengernem az embereket azzal az energiával, akkor mindenki így a kezemből fog enni, nem? Ha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, illetve kommenteljetek, hogyha van bármilyen hozzáfűzni valótok, de a legfontosabb az, hogy iratkozzatok fel.